Egy ilyen DNS-t, egy spirált ábrázol. A spirál az az idő múlása, meg a DNS-nek is az ábrázolása, és ugyanakkor ez két részből álló szobor, mármint két nagy íve van, az egyik a férfi szimbolizálja, mert annak egy élesebb, keményebb forma, a másik oldalán pedig egy nagyon szépen legömbölyített, domborított nőies forma van. A két forma pedig egy pontban találkozik, amely a gyermeket ábrázolja. Ezen makett alapján készíti el szombat estére a közel 2 méteres acélalkotást a művész a második Kálósemjéni szobrásztáborban. Árpád eddig kőszobrokkal foglalkozott, ez a második acélalkotása, amely ha elkészül, közel 300 kg-ot nyom majd. Szlovák kollégánk, ő egész életében pedig acélszobrokat készít, és ő nagyon sok mindenben segített, tanácsot adott, hogy hogy csináljuk. Ezt is úgy szerettem volna először megcsinálni az ívet, hogy egy egész labból, de arra sajnos nincs fizikailag időnk, hogy ezt így megvalósítsuk, ezért ez még szerintem szebben sikerül. A tábor nemzetközi jellegét mutatja, hogy egy szerb alkotó nem tudott eljönni Kálósemjénbe. Ő otthon készíti el a szobrot, majd a külügyminisztérium segítségével kerül Magyarországra. A helyszínen dolgozik azonban egy Magyarországon élő, de spanyol és ukrán felmenőkkel rendelkező művész. Kővel szoktam dolgozni mindig, mert nekem olyan, mint a sűrített idő, és akkor olyan, mintha nem csak nekünk szólna, hanem 5000 év múlvára is szól, és ugyanaz az üzenet, ami lehet, hogy 10 000 éve óta is van, tehát a lényeges dolgokról szól nekem a kő, hogyha az időszerűséget hozzuk ki belőle. A volt pszichiátriai kórház területén rendezett táborban 8 alkotó vesz részt, az elkészült szobrokból pedig egy turisztikai folyosót szeretnének létrehozni a nyírségben. A 2 évvel ezelőtti alkotásokat már ennek részeként állították ki. Egy másik része a polgármester kollégákkal egyeztetve kerül még elhelyezésre. Ugye itt vannak különböző záró úgynevezett Európai Uniós projektek, toppos beruházások, és ezeknek a véghezvitele teszi majd lehetővé, hogy a szobrok egy méltó környezetbe tudjanak kerülni. Bökönyben, Geszteréden, Balkányban és Nyírbogáton is található már ezekből. Idén pedig Mária Pócs és Kisléta irányába folytatják a szobrokba álló utat. Egy alkotás pedig Kálósemjénben marad majd.